Így zenél Koppányi Gergely, a brüsszeli volt, bár ő ezt szerényebben fogalmazza, EU jogász, most ugye Magyarországon jogászkodik, meg focizik, meg elemez, és most pedig akkor így elemez, így értékel, így VB-zik, így focizik, Koppányi. Mit elemzel? Mit szeretnél, mit elemezzek? Például, jó, akkor fölteszem a buta újságról sablon kérdéseket, most majdnem azt mondtam, hogy átlagos szurkolói kérdéseket, hogy vége az európai focinak? Nem, ez biztosan nem igaz így. Egyébként még nagyon kezdeti zsengéim idejében, 2010-ben a VB-n írtam a csoportkör után egy olyan kicsit elhamarkodott cikket, hogy az európai futball meghalt. Ott is az volt, hogy kiestek európaiak, dél-amerikai, közép-amerikai túlsúly, aztán meg a döntő olyan európai lett, hogy ihaj-csuhaj. Na de most meg majdnem megjósoltad a spanyolok halálát, majdnemet csak azért mondom, mert volt az a kötelező félmondat, hogy ne égjen be nagyon az ember, úgy elétettél valamit, már nem tudom szóról-szóra idézni, de szóval temetted előre a spanyol focit. Igen, azt hiszem, hogy láthatóak voltak azok a jelek, amik elég intők voltak, de csak a spanyolok nem számára látták. Is. Biztos látták a spanyolok is, csak akinek kellett volna a szövetségi kapitány, az nem vette őket elég komolyan. Egyébként arra én sem számítottam, hogy ilyen korán kizúgnak. Uh-huh. Azért ez nagy blama. Tehát, hogy két meccs után egy héttel álltak, egy hetes gólkülönbséggel. Az bődületes egy címvédőtől. Tehát ciki volt a 2002-es francia kiesés, úgy mint címvédők, a 2010-es olasz is, amikor Új-Zéland is kifogott rajtuk, de ez az egy hét, ez nagyon gyalázatosra sikerült. Uh-huh. Most, hogy belegondolok, nem az a baj itt az egész magyar foci elemzéssel, szakértéssel, hogy olyanok elemeznek, már bocs, veled, de akár a köztévében megforduló válogatott focistákkal együtt, akik, bocs, odáig se jutottak el, hogy egy VB-s elétező sikerrel megvívjanak, és óhatatlanul le kell szólni azokat a futballbolond, analfabéta, rosszul játszó, rossz taktikát választó VB résztvevőket, nem? Hát te is cikized a spanyolokat, pedig hát jaj, hát hol van ahhoz képest a magyar foci? Van erre erkölcsi alapunk? Vagy lehet, hogy ezért rossz minden vélemény? Vagy talán súlytalan, mert milyen jogon? Nem, szerintem inkább annyira hálásak voltak az elmúlt évekért, mind klub, mind nemzetközi futballszinterén, hogy nem akarták ezt a dicsőséges gárdát lerúgdosni a földre. Aha. Na jó, akkor menjünk Hollandiába. Ott most könnyebb újságírónak lenni, könnyebb ünnepelni, még akkor is, hogyha csak 10 percet kell mondjuk a piedesztára emelni. Hát majdnem kizúgtak a hollandok, az nagyon, nagyon kemény volt. Azt írta valaki az interneten, hogy hát a sajtból is egyszer majd csak kifogy a mák. De tudom, egyébként nem több ilyen véleményt olvastam az interneten, hogy majd Van Gaaléknak elfogy a mák készletük, és ha majd Robben befejezi a műesést, de azért valljuk meg a Mexikó elleni meccsen, az utolsó fél órában csak ők futballoztak. Tehát szerintem megérdemelték a tegnapi győzelmet. Ami nagyon fontos újítása a Fánkának ezen a tornán, négy védős rendszerrel játszotta végig szinte a selejtező meccseket, és most nem csak Hollandia, hanem például Mexikó, Costa Rica, vagy Chile, és Hollandia is, három védős rendszerre állt át, ami gyakorlatilag 30 éve nem nagyon jellemző a klub és nemzetközi futballban. Ezt még a 60-as években Elenio Herrera az Interrel kísérletezte ki. Facchetti volt az első igazi szárnyvédő. Burgnics és Facchetti, igen. És ugye ez a szárnyvédő, ez tavaly óta lehet így mondani magyarul. Egyébként ezt is sportbloggerek érték el, hogy ez már hivatalosan ez a wingback nevű pozíció a háromvédős rendszerben, uh-huh, a fordítás, hogy szárnyvédő, és a hollandok játékáról hoztam egy videót is, amiben ezt meg tudjuk mutatni, hogy működik ez a 3-5-2-es, illetve szituációtól függően 5-3-2-es szisztéma. Uh-huh. Na mutassuk, nézzük, hogy milyen. A spanyolok elleni nyitó meccsről látunk képeket, az első 20 perc, amikor a spanyolok ott szépen tologatták a labdát,
meg játszották a saját játékukat, és nagyon fegyelmezetten védekeztek a hollandok. Itt van is, ezt itt állítsuk meg ezt a képet, ha lehet. Itt látható egy vonalban gyakorlatilag az öt védő. Három középső védő van, Flair, Döfre és Martin Szindi, kiegészül a két szárnyvédővel, Blindel, a túloldalon meg Jammáttal. A szárnyvédőnek az a specialitása, hogy mint a Malum nevű játékban a Csiki Csukinál, lehet használni őket védőként, és a támadásokat nagyon komolyan segítő középpályásként is. Most ezek a videók, amit itt hoztam, főleg a védekezésről szólnak, és ha tovább engedjük a képet, akkor láthatjuk a három védős rendszernek a nagy előnyét, hogy a három középső védőből ki tud lépni az egyik, mert maradott négy védő a helyén, és itt Martin Szindi az, aki ott a piros körben egészen kijön. Majd én mutatom, mert nem érsz el odáig. Rövid akarom. 35-40 méterre is jön, tehát távol tartja a spanyol akciókat a kaputól. Ha tovább engedjük a képet, akkor azt is látni fogjuk, hogy ez nem egy szoros emberfogás, hanem Martin Szindi van az ötvédős, vagy az ötfős védelmi rendszerből megbízva azzal a feladattal, hogy minél távolabb tartsa a kaputól a spanyol akciókat. Itt megint tökéletesen látszódik az ötös vonal egyébként. És a következő képkockán fogjuk azt látni, talán a kezednél lesz. Igen. Ott, mutasd, köszönöm szépen a segítségedet, ahogy most már nem Szilvára lép ki Martin Szindi, hanem Xavit üldözi. És ezzel is, ebből is látszik, hogy mennyire hatékony ez a védekezés, amit Van Gaal kitalált. És annyira nem tágít ettől a rendszerétől, hogy még Köjtöt is, aki csatár volt valamikor, beáldozza a szárnyvédőnek, és 33-34 évesen ő nagyon komoly védőmunkát végez. Ezt tudod, honnan lopták? Nem magamtól vagyok ilyen okos, bár rájöhettem volna sok kézilabda meccs után. Spanyoloknál olvastam. Ez a kézilabda szisztém. Ugye amikor a hatos vonalon védekezik a hatos fal, és van egy kilépő védő, ez például a magyar válogatottban Kovács Mihály volt a 80-as években. Általában a szisztéma onnan való, tényleg megszólásig hasonlít ahhoz. Na jó, kiket nézzünk akkor? Ugye kikről esett a legtöbb szó? Hát a kiesettekről, persze spanyolokról, meg akik csak majdnem kiestek, mínusz egy felső léc, a brazilok, ugye? Ők megkerülhetetlenek. Hát a brazilok abszolút nem brazilosan játszanak. Tehát Brazíliában most minden van, szépformás brazil lányok, meg karneváli hangulat, a brazilok meg elfelejtettek brazilosan játszani, és az óriási közfelháborodást eredményez most. Meg is tudom őket érteni, tényleg egy hajszálon múlt, hogy nem estek ki szégyen szemre a 16... Az ciki lett volna. Az nagyon ciki lett volna. Az égőbb, mint anno Uruguaytól, mert ugye az utolsó fázis volt, amikor kikaptak hazai pályán. De ha igazán komoly gyenge pontja van a brazil válogatottnak, akkor az a csatár teljesítmény, és arról is hoztam egy videót, azt is meg tudjuk nézni, hogy 12 éve Ronaldo, vagy előtte Romário, hogy használta volna ki ezeket a helyzeteket. Egy hosszú átadásnál Neymar veszi le a labdát, és Fred érkezik, majd hát egy jó 8 méterről fölé bombáz. Frednek valami rettenetes mutatói vannak, Mexikó, illetve Chile ellen is. Nulla megnyert fejpárbaj, nulla cselezési kísérlet. Ezen a meccsen egyszer sem találta el a kaput. Tehát, hogy azt beszélgettük haverokkal, hogy nem égeti a hátát a 9-es mez, mert az a brazil 9-es mez az olyan örökség, hogy hiába ment jól neki a konfederációs kupán, gyakorlatilag méltatlan a teljesítménye. Ez egy 4 perccel később, megint Neymar szerez labdát, persze, hogy jó a csele, ő az egyetlen brazilosan játszó brazil. Nem véletlen a nagy kedvenc? Igen, Fred meg nem tudom hova fejelt, tehát meg is sérült felugrás közben. Itt szegény, itt szenved. Nincs nála jobb? Hát ez a baj, hogy gyakorlatilag ebből a korosztályból, vagy ebből a generációból, talán még a Leandro Damião lehetne, de őt sérülések hátráltatták, a nagy reménységként kikiáltott Pato, igazából fogalmam nincs, miért tűnt el ennyire, és nézzük meg, hogy mi a minőségi pótlék, Zsó. Tehát Marcelótól kapott egy szinte tökéletes indítást, és mint egy igazi jó Andy Carroll, egy darabos angol futballista,
ahelyett, hogy sprintelt volna, csinált egy kifelecset, és olyan darabosan vette át, hogy természetesen tudott tisztázni a védő. Brazilok folyamatosan hosszú labdákkal játszanak, és ez abszolút nem jellemző az ő stílusukra. Nagyon idegenül is mozognak. Hát például a Hulk, akit nagyon erőltett Scolari, 12 éve nem fért volna be ebbe a csapatba, de ez nyilván Fredről is elmondható. Hát igen, és még így is rövid a cserepad, tehát látszik, hogy nem nagyon vannak más lehetőségek. Nem, tehát van Scolari fejében a tavalyi konfederációs kupa sikereit meglovagolva egy kezdőcsapat, és azon egy-két helyen tud változtatni, gyakorlatilag taktikailag semmi megújulás nem lehet látni, úgyhogy hát én azt mondtam a VB előtt, amikor megjósoltam a spanyolok bukását, hogy szerintem Brazília lesz a világbajnok, de ilyen játékkal nem. Biztos? Én meg azt mondom, nagyon eretnek gondolat, hogy olyanok, amilyenek, és ezzel együtt lehet, hogy egy hazai VB-n begyötrik azt az egy-egy gólt mindig, vagy kettőt, és most nem bírói segédletre gondolok, hanem arra, hogy hajtja őket a hazai pálya, hajtja őket egy kényszer, hajtja az ellenfeleket azért a... Jó, de biztos, mondtam, hogy hajtja őket a kényszer? Nem biztos, hogy hátráltatja őket a kényszer? Mert én inkább ezt láttam, igen, például ez a Chile elleni meccsen, hogy hát Hulk Alexis gólja előtt hogy tette vissza a labdát. Ezek igen, de azért klasszis csapatoknál olyan is van, hogy ha azért csak bedarálom, aztán egyszer csak felszabadul, mert azt mondja, hogy úgyis nyerek. Ezt nem lehet látni, hogy a bedarálás után felszabadultak volna a brazilok. Az utolsó csoportmeccsük is jól sikerült. Mexikó ellen szerintem jobban játszottak, de kiválóan védekezett Mexikó. Nem lehet látni azt, hogy ők felszabadultak volna. Ráadásul most az egyetlen igazi brazil, már kis sérülést is összeszenvedett. Igen. Ki tudja, hogy drótozzák őt össze a negyed döntőre. Na most akkor kizárásos alapon maradnak a németek, meg mondjuk az argentinok, mint favoritok. Igen, az argentinok rendkívül szerencséságon vannak, bár én azért várnék azzal, hogy Az a szerencsés, hogy elkerülik a dél-amerikaiakat? Könnyű ellenfeleket kaphatnak, tehát ahhoz képest, hogy milyen gyengén muzsikáltak a csoportkörben, ha egy ilyen Chile szintű csapatot kaptak volna a nyolcaddöntőben. És akkor jön egy Messi az utolsó utáni percből, és azt mondja, jó, hogy puk. Irán ellen. Aztán... Messi azért megmutatta nagyobb csapatok persze, ellen is. Persze, korábban. Idén tavasszal. Vagy kész neki annyi már? Ő a múlt? Nem. Uh-huh. Egyáltalán nem. Hát ő korszakos. Vigyázzon, kolléga, amit aztán megvillan egyet Messi, és akkor azt mondja, hogy na szegény kompani, hát hamar temetett. Nem, egyáltalán. Hát korszakos zseni. Cristiano Ronaldot egyébként egy kicsit kitekintsek, jobban féltem, mert ő most szerintem annyira szét van hajtva, hogy a VB-n is kiütközött, kötelező volt játszani, és szerintem 60%-os állapotban van, most két hónapig lehet, hogy nem is játszhat. De lehet, hogy is 60%-kal több figyelmet kötött le, és amit ott is csinál, ő is az lehet, utolsó percben. Csak ez a hosszú távú gondolkodás szempontjából nem biztos, hogy jó, mert lehet 32 évesen már lépni nem fog tudni. Hű, már bíráltuk a magyar kollégákat, bíráltuk a magyar focit, az UEFA-t, a FIFA-t, most pedig tömped az egész labdarúgó rendszert, meg annak a marketing részét. Hát nagyon túlterheltek ezzel, most nem én találom fel a melegvizet, iszonyatos mennyiségű mérkőzést kell játszaniuk, rengeteg edzésen kell részt venni. Nem lehet ez a németek, szempontból nem irigyem őket. Nem lehet ez a németek malmára hajtja a vizet? Nem csak azért, mert mondjuk a BL-ben a végén már pihenhettek, úgymond, hanem azért is, mert ők köztudottan mondjuk erőnlétben azért igencsak jók, és ők bírhatják végig. Hát a németeknek megint jó keretük van, ez nem nagy újdonság. Ugye 2010-ben nem vártak tőlük igazán sokat, de akkor eltakarították az angolokat, meg az argentinokat is leiskolázták, egy egyáltalán nem hagyományos német focival, de én nem látom azt egyébként, és pont ezért most nem is tudok erről a VB-ről igazi toronymagas favoritot mondani, hogy a 2010-es VB-hez képest jelentősen javultak volna. Uh-huh. Amit most én különösen megfigyeltem, az a szélsővédőknek a hiánya, illetve hogy kényszer pozícióban játszanak gyakorlatilag a szélsővédők, ezt is meg tudjuk mutatni egyébként Lám középpályán segítségével. Az a másik része, hogy az egy igazi szélsővédő, aki lenne a keretben, az középpályán játszik. Ez a Gána elleni meccsről van,
itt balszélre megy le a labda, és Boateng zárt ki, ezt majd fog... Megyek odébb, igen. Lesz ismétlés erről. Tehát itt a jobb hátvéd hagyta el a pozícióját, Boateng ott a mappát körül. Igen. Hát ennél jobban már nem tudok. És Özil itt pedig nem jön vissza Ajevvel, aki a balszélen tök üresen kapja a labdát, és ebből, ha pontosabb az a bejátszás, akkor nagyobb probléma lehetett volna. Boateng annyira rosszul játszott ezen a meccsen, hogy fél időben le is kapták. Itt pedig a másik oldalon Hövedes, megmutatjuk, hogy tud versenyt futni Atsuval, hát leginkább sehogy. Tehát 2 méter előnyről kapott 3 méter hátrányt, és ez is egy veszélyes szituáció lehetett volna. Itt lehet látni, körülbelül 3 méter van a két játékos között, ott még mindig nem elég hosszú a karom. Teljesen egyértelmű, hogy hosszú indítás fog következni, indul a sprint, Hövedes sehol nincs. És közben meg az egyetlen szélső hátvéd Lám a középpályán játszik, mert Guardiola itt találta ki idén, lelke rajta, és itt pedig azt lehet látni, hogy a Boateng helyére beküldött Mustafi nem csak szélső védőnek rossz, de középső védőként sem funkcionál túl jól. A nála kb. Másfél fejjel kisebb Ajev fejelte le, úgyhogy Mustafinak elfelejtettek szólni, hogy nyugodtan fel lehet ugrani ennél a szituációnál. Tehát ilyen gondok vannak a német védelemben, ami egyébként 4 éve nem volt még jellemző. Úgyhogy ha lehet félteni valamiért a németeket, akkor ez a szélsővédők égető hiánya. Itt van Lámnál a labda, aki hibázik, Asamoah Gyan meg köszöni szépen. Tehát és ráadásul Schmelzert pedig ki se vitte Joachim Löw, ez szerintem óriási hiba. Lámot pedig egyszerűen rossz helyen játszatja, bizonytalan, pontatlan, amit ez a bekapott gól, illetve az ezt megelőző ő hibája is tökéletesen jelezte. Ezek a bizonytalan, rossz, pontatlan, rossz helyen játszó játékosok, hogyha mondjuk azt mondom, hogy a 100 a maximum, akkor most mondjuk, nem tudom, 70-re teljesítenek, mondtam egy számot körülbelül. Ehhez képest hol van egy magyar focista? Csak azért, mennyire lejjük őszinte? Nagyon. 15, 20. Igen, jó. 20-at tippeltem, igen. De az már nagyon kedves szám. Igen. Ez milyen jó ennek? Van valami olyan kedves pikirt és barnírt, és nem tudom mi a jó szó erre. Máza, nem? Hogy őket cikizzük, pedig hát. De ugye érzed te is, hogy ez sem azért, hogy mondjuk valami nagyot, vagy nem, valami... Nem, abszolút nem, bocs, ők ezen a színvonalon játszanak, akkor őket, hát egy világhírű színészt is cikizünk, hogy most rosszabbul megy neki. Ez a reális, sajnos. De azért ettől még ez nagyon szórakoztató, nem? Attól ez még izgalmas, attól ez még nem úgy követhető, hanem abba hagyhatatlan. A VB? Aha. Nagyon jó VB. Én ezt szerintem az életem egyik legjobb VB-je. A 94-es VB-t már említettem az első részben, hogy az mennyire közel van a szívemhez. Abban vannak egyéb érzelmi tényezők is, de ez a mostani játék élvezeti faktor szempontjából szerintem tökéletes. Gólátlag is remek. Ott vannak a kis csapatok, akik csodát csinálnak. Costa Rica szerintem szenzációs. Szeretnivaló. Nagyon-nagyon szeretnivaló. Hát, igen, értjük. És akkor Egervári Sándort is megidéztük egy kicsit. Igen. Hogy szerethető csapat. Úgyhogy én nagyon, nekem nagyon tetszik ez a VB, kicsit emiatt kialvatlan is vagyok, de ez lenne a legnagyobb probléma. Azt én jól látom, és most az ügyvédet kérdezem, vagy a jogászt, vagy a hivatalnokot, vagy a fiatalembert, aki jár a korosztály meg az idősebbek között is. Egy kicsivel kevésbé beszélt téma az emberek között a foci VB, kicsivel kevésbé teltek meg a teraszok, az óriás kivetítők előtti placok, nem mindegyik, van ahol telt ház van, van ahol nem megy annyira. Mert nem tudom, kicsit kiszerettünk azért a fociból? Nem hiszem. A VB-nek azért mindig óriási varázsa van. Én a Brazília-Chile meccset például egy nyilvános helyen néztem, ott alig volt helyünk, és több százan voltak egy ilyen VB teraszon.
Jó, csak én arra emlékszem, hogy azelőtt, és már akkor sem Albert, vagy nem is Nyilasi, vagy Töröcsik akart lenni a magyar gyerek, hanem Jair Zinho, ez most korban kicsit elcsúsztam, de Jair Zinho, Tostao, Pelé, Rivellino, nem tudom, is mondhatnék persze európai neveket is. Most meg hát talán Neymar, jó, most van, vagy lesz egy új kolumbiaink, akinek megtanuljuk a nevét, de nem nagyon érzem azt, hogy hú, láttad azt tegnap, ez a csel, ez a lövés, pedig voltak zseniális megoldások. Hát tényleg ez a új csoda gyerek. James Rodriguez az tökéletes. Tehát az igazi grundfocista nem foglalkozik azzal, hogy 80 ezeren nézik a helyszínen, meg hány milliárd, ki tudja hány milliárdan a tévéképernyő előtt, azt az igazi grundfocit hozza, nekem ez nagyon tetszik. Nem tudom, hogy kiszerettünk-e belőle. Ha most arra vagy kíváncsi, hogy a munkahelyemen például. Mennyire téma a futball, hát ennyire senki nem őrült, mint én, de ott nem olyan sokat beszélünk, valószínűleg azért is, mert inkább női uralom van a jogi osztályon. Hát a haverokkal, akikkel meg egyébként is szoktunk meccset nézni, ugyanolyan mennyiséget beszélgetünk a VB-ről, mint egyébként komoly BL meccsekről, úgyhogy én nagy változást nem érzek a 4 évvel ezelőtthöz képest például. És hogyha kicsivel jobb lesz a magyar foci, akkor újra beléjük szeretünk? De nem lesz jobb. Nem lesz jobb? Nem. Elkeserítse. Hát épül egy csomó új stadionunk. Húha, és ha mi kimegyünk a gyönyörű új stadionokba labdázni, akkor nem fog leesni 2 dekázás után? Jó, persze, én voltam egyszer a Víg Színház színpadán, és ettől, ami egyébként remek a színpad, meg a színház is félreértésség, nem azt akarom ezzel cikizni, hanem csak magamat, hogy attól nem lettem jobb beszélő, hogy fölállhattam azokra a deszkákra. Teljesen más, hogy kellene ezt hozzáállni. Elhibázott koncepció az, hogy a stadion építésektől várjuk a fellendülést. Utánpótlás, gyakorlatilag mindent az utánpótlásnak kellene adni, minden egyes magyar futball fejlesztésére szánt pénzt, nem a stadionokra. Megnézhetjük a német példát, a 2000-es EB kudarca után, hogy fejlődtek fel, most vagy nézhetjük a görögöket, nézhetjük a horvátokat, finnek voltak, azt hiszem nagyon jók a selejtező, vagy nem, Izland? Izlandot akartam mondani, a selejtező sorozatban, tehát igenis normális koncepció mentén 8-10-12 év alatt ütőképes válogatottat lehet összehozni. Hát akkor te még megéred. Tessék? Te még megéred. Hát megérném, ha látnék egy picike jelet is, ami arra utal, hogy itt most aztán komoly összefogás van, megreformálják totálisan az edzőképzést, vagy az utánpótlás edzőket. Na de most Pintér fakarddal megy a tanknak is, neki Európának. Van én olyan opció is, hogy no comment? Hát ez a no comment. Uh-huh. Nem. Pintér Attila ugyanolyan elhibázott döntés szövetségi kapitány szempontjából, mint az elmúlt 8-10-20 évben bárki, és ugyanannak a edzői tanfolyamnak és annak a kornak a gyermeke, mint az elődei. Úgyhogy én semmi jót nem várok az EB-selejtező sorozattól sem. Még úgy sem, hogy már több csapat jut ki a soron következő Európa-bajnokságra. Hát igen, itt a nagy lehetőség az MLS előtt. Nem is csak a magyar válogatott előtt, mert ide nem kijutni. Azért te nem vagy a kor gyermeke. Szóval az RTL klubnál, vagy akár a TV2-n, ha még ott lenne foci, nem biztos, hogy téged alkalmaznának. Hát hiszen leszólni a saját terméket, már pedig, hogyha egy kereskedelmi tévé közvetít egy magyar futballmeccset, akkor az ott saját termék, akkor ott kedvet kell csinálni akkor is, hogyha nincs mihez. Jó, nekem könnyű. Most én nem a karrieremmel játszok, mint az ott lévő kommentátorok vagy riporterek, akiknek nyilván van egy elég erős irányvonal, amit követniük kell. Én abszolút kívülállóként tudom gyakorlatilag a legreálisabb véleményt hozni erről az egész magyar futballról, vagy futball labda toszogatásról. Nem is akarsz soha váltani? És szakmám, hát ha már ez a Sportpálya című műsor sportriporter karrierekről szól, akkor váltani és szakmám belülre kerülni?
Hát van nekem, nem tudom, tudsz-e róla, egy sportriporteri végzettségem. Aha, igen. És nem tudom, majd a helyzet adja. Jelenleg jogászként én jól érzem magam, korrekt fizetéssel vagyok, megbecsült tisztviselője egy hivatalnak. És az oldalvonalon kívülről kiabálsz be? Igen, és ez nekem jelen pillanatban megfelelő. Nekünk is, de hát azért lehet, hogy lehet ez másképp is. Köszönjük, hogy két VB meccs között minket néztek, tegyék ezt egy hét múlva, és amikor a pálya innenső oldaláról jön majd egy vendég. Viszontlátásra! Média partnerünk a sport24.hu. Együttműködő partnerünk a Komlósi Oktatási Stúdió.